Képviselő úr, tisztelettel köszöntöm. Kezdjük a mai beszélgetést egy jó hírrel. Május 1-től kaphatóak az új ország és vármegye bérletek. Ez nyilván az érdieknek, illetve a többi agglomerációba élő lakosnak is nagy segítség lesz. Mi volt a célja a kormánynak ezeknek a bérletkonstrukcióknak a bevezetésével? Ennek kettős célja volt. Első célja az volt, hogy könnyebbé tegyük a családok életét, főleg azoknak a családoknak az életét, akik rendszeresen ingáznak, gyakran használják a közösségi közlekedési eszközöket, és nem csak a családfő, vagy a családfenntartó anyuka, apuka, hanem a gyerekek is iskolába járás, vagy egyéb okból használják ezeket a tömegközlekedési eszközöket. Tehát az ő számukra nyújt ez egy jelentős kedvezményt, mert ennek az éves bérletnek a birtokában jelentős megtakarításokat tudnak a családok elérni. Nagyon fontosnak tartom ezt az intézkedést itt az agglomeráció vonatkozásában. Ha belegondolok arra, hogy Érdren több mint 20 ezer ember ingázik naponta, és akkor még nem beszéltünk Diósról, Török Bálintról, és a választókerület többi településéről, Tárnokról is például, vagy Sóskútról is. Számukra ez nagy könnyebbséget jelent, és annak ellenére, hogy Érden jelentős iskolafejlesztések történtek, mind az alapfokú képzésben, mind pedig a középfokú képzésben, azért nagyon sok diák jár középiskolába, egyetemre a fővárosba, és nek számukra is egy jelentős könnyebbséget fog okozni, vagy eredményezni a diákbérleten túl, vagy amellett annak használatával. És mindig azt szoktam mondani, ez csak egy eszköz, de az a fontos, hogy megfontoltan is jó célra használják. A megfontoltság az azt jelenti, hogy egyrészt ne éljünk vissza vele, de ezt nem is nagyon akarom ezt tovább elemezni. A másik az, hogy jó célra. A jó cél az sok minden lehet. Egyrészt eleve ennek a bérletnek a használatával, illetve a közösségi közlekedési eszközök használatával csökkenteni tudjuk az üvegházhatású kibocsátást. Növelni tudjuk a hozzájárulásunkat ahhoz, hogy Magyarország 2050-re egyik legjobban élhető európai ország legyen. És a másik dolog, hogy ez egy jelentős előrelépés a turizmus területén is, a helyi turizmus területén, mert a helyi turizmus azért fontos, hogy ne csak az horvát tengerpartra menjünk, hanem látogassunk el Gödöllőre, vagy a megye más nevezetességeire, Szentendrére, és előbb-utóbb remélhetőleg az érdi pincesor és az érdi emlékek is vonzóak lesznek majd a napi túrázásoknál, és ehhez is nagyon jó segítséget nyújt a vármegye bérlet. Én nagyon üdvözlöm, és nagyon remélem, hogy minél többen veszik igénybe, használják, és a közösségi közlekedésnek az élményeit is ki tudják használni. Mint gyakorló nagyapa mondom, az unokáknak az külön nem az a szám, hogy autóba üljenek, mert szinte mindennapos, hanem az a szám, ha vonat, busz vagy más egyéb közösségi közlekedési eszközökön utazhatnak, és arról elég sokat szoktak még napok, hetek múlva is beszélgetni, és szokták ezt a tényt emlegetni. Maradjunk még mindig egy picit a közlekedésnél, csak térjünk át a közutakra. Érdváros a 2014-es, 2020-as az Európai Uniós költségvetésből támogatáshoz jutott csomópontfejlesztésre és korszerűsítésre. Mi a helyzet ezekkel a projektekkel, hogy állnak most? Modern Városok programjának a keretei között kapta meg ezt az Európai Uniós pénzt a város, illetve esetenként a közútfenntartó, de a városnak kellett kezdeményezni, kezelni, indítványozni, előkészíteni és minden egyéb olyan dolgot megcsinálni ahhoz, hogy ezek a pénzek felhasználhatók legyenek. Célegyenesben vagyunk, de meg kell mondanom, hogy ez egy késői hajrá. Sokkal elővel kellett volna kezdeni a csomópontoknak az átépítését, és már rég használhatták volna az érdiek, hogyha a jelenlegi városvezetés szokása szerint, már azt kell mondanom, nem késlekedik,
nem a politikai téveigésnek ad elsőbséget az utak és más beruházások kivitelezésével kapcsolatban. Most olyan értelemben állunk sokkal jobban, illetve jobban, hogy a Zámori úti és a Fehérvári úti kereszteződés az már lassan elkészül. Átadták a Törökbálinti úton, a Törökbálint felé eső részen a kereszteződést, azt hiszem az Alsóvölgyi út és a Törökbálinti út kereszteződésénél, és elkezdték építeni, felújítani a Törökbálinti utat, egy nagyon komplex felújítása lesz ennek az útszakasznak, és elkezdődött Érd-Vaddud utcai csomópontnak a kivitelezése. Ez egy külön jó dolog, hogy ott vannak, voltak olyan késlekedések, amelyeket el lehetett volna kerülni. Azt kell mondanom, hogy mindkét oldalról, de sikerült megfelelő lobby tevékenységre olyan helyzetbe hozni ezt a csomópontot, hogy az eredeti elképzelések szerint körforgalom valósuljon ott meg. Vannak még hiányosságok, én igazából azt látom, hogy vannak még olyan csomópontok, amelynek a beruházása elmaradt, ilyen például a Riminyáki út és a Gellért utcai kereszteződés. Ebben az esetben már kész szerződéssel rendelkezett a város, amikor az új városvezetés ezt a szerződést felmondta. Arra hivatkoznak, hogy egy kapavágás sem történt a szerződés keretei között, illetve a szerződés ellenére abban a csomópontban, de hát nem azért vagyunk városvezetők, hogy ekkora könnyebb ellenállás felé menjünk, és megszüntessük az egész szerződést, hanem meg kellett volna találni annak a módját, hogy a kivitelezővel egyeztetve, felkészülve, megfelelő megrendelői támogatást is megadva, ez a csomópont megvalósuljon. Meg kell mondanom, ez egy elég veszélyes csomópont, és nagyon fájlalják az érdek, hogy az úgy néz ki, hogy nem fog megvalósulni. Mikor történt ennek a szerződésnek a felmondása egyébként? Mióta áll az ügy? 2019 után, amikor átvették a vezetését a mostani városvezetők, Csőzik László polgármester és a igen színes összetételű csapata, mármint politikai értelemben és tapasztalati értelemben igen színes csapata. Ebből is látszik, hogy nem árt az, hogyha néha az ember nem csak a politikai lózungokat mondja el, hanem megpróbál tevékenyen, szakmailag alátápasztott, mondom, proaktív módon cselekedni annak érdekében, hogy a kitűzött célok, az elképzelt beruházások megvalósuljanak. Hát ez sajnos ez a beruházás nem megszűnt, de ha arra gondolok, hogy mi történik Ófaluban, az is egy kész romhalmaz, amit ott a jelenlegi városvezetésnek sikerült megalkotnia. Most egy csökkentett műszaki tartalmú Molnár utcai felújítás van folyamatban. Ez a szakasz, ez csak egy kiegészítő része lett volna a ófalusi részeknek a felújítására, a Minaret tértől kezdve a Molnár utcáig. De nem tudom, hogy áll a Présháznak az építése, azt úgy tudom, hogy a vállalkozó levonult. Áll, nem tudom, hogy áll az épület, nem tudom, milyen funkciókkal rendelkezik, de ez mind arra vezethető vissza, hogy késedelmesen, hozzá nem értően a politikai játszma részévé téve ezeket a fontos beruházásokat halasztott el a jelenlegi városvezetés a projektek elindítását, aminek egyenes következménye az, hogy az 2019-ben meglevő pénz értékén az már nem elég, kevesebbet ér ma, és kevesebbet lehet megvalósítani. Mindezeknek a ballépéseknek az érdiek látják a kárát. Jön a nyár, és a tavalyi évben is megtapasztalhattuk, hogy az asszály az milyen károkat tud okozni, illetve a lakosság is tapasztalhatta. Szerencsére Érden nem, de többi agglomerációs településen volt, ahol vízhiány lépett fel. Az érdi városvezetés szerint az érdi vízi közműhálózat rendben van. Mi a helyzet ezzel a kérdéssel? Válaszolókereti szinten tudok véleményt mondani. Most rendben van, de itt hangsúlyozom a mostot. Ha azt nézzük, hogy mennyi üres építési telek van, és hányan szándékoznak
ebbe a térségbe költözni, és valószínűsíthető, hogy még növekszik ér lakossága. Ezt eddig mindig büszkén mondta a polgármester úr, hogy már 75 ezeren lakunk Érden, még nem lakunk 75 ezeren Érden, de már megjósolta a 75 ezeres lakosságszámot, majd azt követően egy éles fordulattal most azt posztolgatja a megfelelő internetes fórumokon, állítani Érd túl népesedését. Most úgy látszik, megmérték a politikus, vagy a politológusok, meg a hozzáértők, és azt mondták, hogy polgármester most már csökkenteni kell Érd lakosságát. Eddig az volt a téma, hogy növeljük, de hát ezt most majd a érdi polgárok eldöntek, hogy mit szeretnének. De a lényeg az, hogy számolni kell egyrészt egy természetes lakosság növekedéssel, másrészt mindig arra gondolunk, hogy az érdi iparűzési adó alapot, azaz több ipari beruházást, munkahelyteremtő beruházást kell Érdre hozni. Na most, ha az ők bejövetelőkkel is számolunk, akkor is a vízbázis, a vízmennyiség az nem biztos, hogy elegendő. Közös témánk már évek óta, hogy az érdi utakat pormentesítsük. Na most eddig a 2019-ig ez úgy történt, ha útkorszerűsítésre, sőt, útépítésre került sor az előző városvezetésnél, hogy az alatta levő még eterni csöveket kicserélték. És tehát azzal kezdődött, ezért volt viszonylag hosszú mondjuk az Ürmös és a Csaba utcának a felújítása. Kicserélték, mert ezek a csövek rendkívül érzékenyek, korszerűtlenek, és hát már eljárt fölöttük az idő. Na, nem így építik az utakat Érden, tehát ez az új utak alatt régi vezetékek vannak, amelyeket ki kellett volna cserélni. De úgy gondolom, hogy ez nem megkerülhető, tehát a vezetékcsere Érd legnagyobb részén azért már időszerű lesz a következő 2-3 év alatt. Lehet most azt mondani, hogy minden rendben van Érden, de akkor nem 2-3 év múlva kell kapkodni, hanem el kell ezt indítani, végig gondolni, megtervezni, legalább fejben, legalább a számok szintjén, hogy milyen beruházások kellenének majd ide. Nem értek így ebből következően teljes mértékben egyet a polgármesterről, hogy Érd minden rendben a ivóvízellátás. Valóban biztosított az ivóvízellátás most. De már most cselekedni kell ahhoz, hogy a jövőben is ugyanez a helyzet legyen, tehát hogy biztonságos ellátást tudjunk a lakosság számára adni. De ha kitekintünk a választókerületre, azért már most vannak problémák. Jelezték felém Török Bálint és Diós részéről, hogy ott időszakosan előfordulhat, még nem fordul elő, de könnyen előfordulhat vízhiány. Török Bálint esetében kifejezetten az a jelzés érkezett, hogy az a víz mennyiség, a vízbázisból kapható mennyiség az nem elegendő a város fejlődéséhez. Ugyanez a helyzet Tárnok, Sóskút, Pusztamászábor vonatkozásában, ott már elkezdődött a tárgyalása az érdi vízművekkel, hogy milyen módon lehetne egy puffertároló létesítésével tartósan, biztonságossá tenni az ivóvízellátását az ott élő lakosságon. Én ezekben mindig proaktívan veszek részt, tehát meg is hívnak a tárgyalásokra, mert jó viszonyban vagyok a polgármesterekkel, és ők tudják, hogy számíthatnak is rám. E tekintetben is azért kell kezdeni gondolkozni, hogy mi hamarabb találjuk rá megoldást, és meg fogjuk találni a megoldást. Ami jó hír, hogy ez az egész ivóvízellátásos kérdés az felvetődött a kormányzati szinten is, országos szinten is. Egy meghatározott intézkedéseket fog hozni a kormány a következő 2-3 évben, hogy ez a fajta hálózat, amely egy kritikus hálózat olyan értelemben, hogy ivóvíz nélkül nincs élet, ez állandóan megfelelő műszaki és szakmai színvonalon álljon a lakosság rendelkezésére. Javasolom Érdnek is, hogy gondolja végig ezeket a problémákat, és
kezdjenek már előre gondolkozni, hogy milyen lehetőségeket kell keresni ahhoz, akár Európai Uniós, akár költségvetési lehetőségeket, hogy elébe menjünk a bajoknak. Kinek a felelőssége egyébként a hálózat korszerűsítés, a szolgáltatói, önkormányzati felelősség? Ez önkormányzati felelősség, mert az önkormányzat a tulajdonosa a vezetékhálózatnak. A szolgáltató a szolgáltatás céljából használja, kezeli, felújítja ezeket a hálózatokat, de miután a szolgáltató az Érdi Vízművek önkormányzati tulajdonban van, tehát a saját tulajdonosi érdekem, hogy ezt, és az egyik legfőbb tulajdonos a Érdi önkormányzata, hogy ez a szolgáltató az eszközeimet, mármint önkormányzati eszközöket a lakosság ellátása érdekében minél hatékonyabban, minél kevesebb veszteséggel és minél nagyobb biztonsággal tudja használni. Tehát ez egy ilyen, van egy szakmai alapzata ennek a kérdésnek, hogy mit, hogyan és mikor kell felújítani, és van egy önkormányzati felelősségi alapzata is, hogy az önkormányzat felelős ezért a tulajdonban levő eszközöknek a működtetésére, hogy az működőképes legyen. Tehát ilyen módon ez egy összetett kérdés. Természetesen, akkor oda kerülünk, hogy mit kell elvégezni, akkor természetesen a önkormányzat számíthat a Magyarország kormányának a segítségére, de ehhez azok a képességek kellenek az önkormányzatoknál, amit sok helyet meg tudnak oldani, a legtöbb helyen meg tudnak oldani, el tudnak érni. Én érdemben nem látom ezeket a képességeket. Nyilván fontos az is, hogy a lakosság is valamilyen szinten takarékoskodjon a vízzel. Másik ilyen téma, ami a környezetünket érinti, április 22 és 28 között kerül megrendezésre az országosan a Tesszed akció. Ezzel kapcsolatban itt a körzetben milyen megmozdulások, események várhatóak? Számos szervezet jelentkezett be Érdről és Érd környékéről a Tesszed mozgalomba, ami egy nagyon jó mozgalom két szempontból is, egyrészt közösségteremtő, másrészt a városokért, a településekért felelősséget érző emberek meg tudják mutatni, hogy képesek áldozatot is hozni ahhoz, hogy az adott település környezete szebb legyen. A másik a fizikai eredménye, hogy remélhetőleg a szeméthegyek egy része megszűnik, eltűnik, környezetszennyező, veszélyes hulladékot is olykor tartalmazó szemétkupacok kikerülnek a természetes környezetből, és a helyükre, a lerakóba, vagy újra felhasznosításra fog kerülni. Nagyon jó mozgalom, ezt a Magyarország kormánya támogatja különböző eszközökkel, és hát ez egy hagyományos mozgalom, mert nem most kezdődött, hanem évtizedekkel ezelőtt, tehát több mint 10 év az biztos, kezdődött el ez a Tesszed mozgalom, amelyhez a kormány támogatás segítséget ad a szervezéshez, meg a kivitelezéshez is. És hát, ha jól emlékszem, a Covid alatt kimaradt egy vagy kettő Tesszed mozgalom, és azért bízom benne, hogy ez most Covid-dal a hátunk mögött, remélhetőleg szép tavasz időben sok embert meg fog mozgatni. Én magam is bejelentkeztem, vagy társasághoz is fogok elhagyott hulladékot szedni. De azt azért meg kell jegyezni, hogy a 2021-ben jelzés érkezett hozzám a helyi cigány önkormányzat vezetőjétől, hogy a bizonyos telepes körülmények között, telepes lakottságú részeken jelentős hulladék halmozódott be mind a háztartásoknál, mind pedig a környezetükben levő területeken, önkormányzati és magánterületeken, és erre sikerült 8 millió forintos támogatást szerezni, és egy jelentős szervezet szakmailag kontrollált és szakmailag érdekeknek vagy szempontoknak megfelelően végrehajtott személygyűjtés volt 2022 elején, ha jól emlékszem. Hát ott sikerült átmenetileg megoldani ezt a hulladékhelyzetet. A Tesszed mozgalom azért is jó, mert talán segít a szemléletváltáshoz, mert szomorú tapasztalat az, hogy az elhordott szemét lerakó helyeken újra termelődik a
hulladék. Ez sok szempontból lehet javítani. Az első szempont szerintem, hogy a tulajdonos, az ingatlan tulajdonosának nem csak tulajdonolni kell, jogilag is, meg tényleges, hanem felelősséggel is jár. Tehát azért ellenőriznie kellene a területet, és neki is jobban oda kell figyelni arra, hogy a illetéktelen személyek ne hordják oda a szemetet. Másrészt a hulladék gazdálkodásban van egy nagy változás, illetve folyamatban van egy változás, amely remélhetőleg arra fogja ösztönözni a hulladékot termelőket, a hulladék tulajdonosait, hogy nem érdemes kihordani illegális helyre, mert egyrészt nagyobb a tulajdonosi felelősség miatt a lebukási lehetőség, másrészt olyan rendszer alakul majd ki közeljövőben, amelynek az a célja, hogy minél nagyobb legyen az újrahasznosítása ezeknek a hulladékoknak, és minimális legyen a lerakási kötelezettsége az adott hulladékkezelőnek. Én azt gondolom, hogy a Teszed mozgalom azért is kell, hogy ezeket a változásokat támogatni tudjuk ezzel a már bejáratot és a polgárok között nagyon népszerű akciókkal. Vasárnap volt a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. A képviselő úr több éve résztvevője az érdi izraelita temetőben, és beszédet is mondott. Keresztény demokrata politikusként miért tartja fontosnak, hogy jelen legyen ezeken az eseményeken? Ennek a legalapvetőbb oka, hogy a keresztény demokrata néppárt genezise az egy antikommunista és náci ellenes, nemzeti szocializmus ellenes alapon jött létre, ez 1944-ben. Tehát a kiindulási pontunk a két diktatúra természeténvel szembeni ellentmondás. Mind a két diktatúra borzalmas tragédiákat, számos ember halálát, több százezer, több millió embernek, sajnos ez a száma helyesebb, több millió embernek a halálát, elvesztését okozta, rabságot, kegyetlenkedést, szenvedést. És ezen belül a nemzeti szocializmus iparszerűen írtotta a nekik nem tetsző csoportokat, köztük kiemelten a zsidóságot. De célkeresztben voltak a cigányok is, és természetesen célkeresztben voltak maguk a keresztény emberek is. Azt kevesen hangsúlyozzák, hogy a nemzeti szocializmus az egy ateista mozgalom volt, ugyancsak az internacionalista szocializmushoz, az is ateista mozgalom volt. Tehát a keresztény emberek is veszélyben voltak, akik megvallották hitüket, vagy próbáltak segíteni, próbáltak a zsidóságnak, cigányoknak segíteni abban, hogy megmeneküljenek ebből az eszement őrületből. És hát ez lelkiismereti kérdés ebből következően egy keresztény demokrata számára, és egy hívő ember számára, hogy ezekről a tragédiákról méltósággal ő is az őszinte együttérzéssel meg tudjon emlékezni. Érden akkor még kisebb település volt, de így is közel 200 embert hurcoltak el munkatáborokba is. És az emberi elme, alkotó ereje, meg vannak olyan alkotó erejével kapcsolatban vannak olyan időszakok, amikor jobb lett volna, ha nem lett volna ilyen elmés a dolog. Mert azért gondoljunk bele, hogy április végén jött ki a gettósító rendelet, és május végén már nincs vidéki zsidóság. Azokat már május végére a többségüket, jelentős döntő többségüket elvitték olyan helyre, ahonnan nem jöttek vissza. Ezek voltak a haláltáborok, meg a munkatáborok. Nem volt még ilyen a történelemben, ebben én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy egyedisége van. Annak is van egyedisége, amit a gulágokon műveltek. Az is még hátra van, hogy azzal kapcsolatos tényfeltárások, dokumentálások és azokkal szembeni nemleges álláspont legalább olyan mélyen,
beleépüljön a társadalomban, mint ahogy a nagyon helyesen az antiszemitizmus elleni álláspont és a holokauszt elítélésének, annak az elvárásnak, hogy ez nem történhet meg még egyszer, ez is már reméljük, hogy a magyar társadalom része lesz. Azt is mondtam a beszédemben, hogy az antiszemitizmus ellen és a holokauszt tagadás ellen nincs megengedő magatartásnak helye ma Magyarországon, főleg a történelmi előzményekre tekintve. Nem volt ez dicsőséges korszak a magyar történelemnek, ezt is elmondtam. Voltak kényszerítő körülmények, legfőbb kényszerítő körülmény maga a német megszállás volt, mert azért a 1944. március 19-ig a magyar zsidóság viszonylag békében élt. Életét közvetlenül veszély nem fenyegette, annak dacára, hogy mai szemmel, meg a humánum szempontjából voltak olyan törvények hatályban Magyarországon, amelyeket nem lett volna szabad soha meghozni. De az a közvetlen életveszély, amibe kerültek 1944. március 19-e után, az nem állt fönt. Nehéz erről beszélni meghatottság és együttérzés és szomorúság nélkül, de nem csak a zsidó hagyományban kell, hogy jelen legyen, hogy mondd el a fiadnak, hanem ebből a szempontból, ebből a aspektusból is a keresztény hagyománynak is része kell lenni, hogy emlékeztessük az utódainkat, unokáinkat, dédunokáinkat arra, hogy borzasztó dolgok történtek itt a 20. században. Végezetül egy picit vidámabb téma. Koncert lesz a Gellért utcai templomban most szombaton. Képviselő úr is jelen lesz? Nagyon remélem, hogy ott tudok lenni, szándékozom. Nagyon rég voltam objektív okok miatt az Érdi Kamarazenekar korábbi koncertjén, de volt időszak a választások előtt, a kampány előtt, amikor rendszeresen jártam. Nagyon szeretem ezt az együttest, több ismerősöm is játszik benne. És ez egy amatőr együttes, de nagyon lelkesen és magas színvonalon játsszák a klasszikus zenét. És hát most április 22-én 18 órakor az Érdi Kármelhegyi Boldogasszony templomban Gellért utca 9 szám alatt tartanak egy jó koncertet. A koncert alapanyagát egy Wolfgang Amadeus Mozart nevű fiatalember szolgáltatja, magyarul Mozart koncert lesz, egy nagyon szép templomi környezetben, ahol ez egy 1990-es évek elején épült új templom. Megjegyzem, egy nagyon szép keresztutat ábrázoló festmény is van a falon, akit majd Bakkalár József, egyébként elég neves, a világban jobban ismert magyar festővész alkotása. Jobban ismerik őt sajnos, mint Magyarországon. Nem tudom, hogy került annak idején ide, de ez az egyedi darab. Szerintem nem sok van ilyen az országban. Na most ilyen körülmények között fog a Érdi Kamarazenekar koncertezni. Ajánlom mindenkinek, hogy jöjjenek el. Odaadó, magas színvonalú és emelkedett zenét fognak hallgatni.